több tüntetés is szerveződött a kegyelmi botrány miatt, amelyeken Novák Katalin lemondását követelik a résztvevők. Az államfő rezidenciája elé vonultak, Donát Annát kérdezzük. Ugye két tüntetés volt, az egyiket a civilek, a másikat pedig fönn a rezidenciánál a Momentum szervezte, Donát Anna ott beszélt is. Jó estét kívánok, elnökasszony! Mit mondott? Most így premier plán belekezdve, viszonylag nehéz itt most beszélni egy tévéstúdióban, mert érzelmileg azért ez egy nagyon megrázó történet volt. Nem, tehát hogy maga a tüntetés is, mert rengeteg érintett volt ott. Nem feltétlenül a bicskei gyerekekről nem beszélek, ők, hanem akikkel történt, hanem akikkel történt ilyen, mert erről mindig tovább megyünk, mindenki ennek a politikai következményeiről kérdez, miközben arról elfeledkezünk, hogy azért tragédia, ami most történik, mert rengeteg áldozat, rengeteg túlélőt köpött most szembe, nem csak a köztársasági elnök, a kormányzat, maga, az egész rendszer, és mentegetőznek, és magyarázzák, hogy nekik nem áll, a jog szerint nekik nem kell megmondaniuk, hogy mi történt, miközben, de magyarázattal szolgálnak. A beszédem nagy része pontosan erről szólt, hogy itt egyszerűen, bocsánat, én ebben a szituációban nem tudom különválasztani az én politikusi szerepemet az anyaszerepemtől, egy ember vagyok, és görcsben áll a gyomrom egy hete, amióta ez a történet van, és körülöttem mindenkinek, és azt gondolom, hogy minden jó érzésű embernek görcsben van a gyomra, és nagyon nehéz szofisztikáltan beszélni erről a kérdésről, mert annál alattomosabb nincs, mint amikor valaki falaz egy pedofil bűncselekmény elkövetéséhez. Ezt tette az iskola igazgató helyettese is, akit most felmentettek, és bocsánat, a felmentésen keresztül Novák Katalin is bűnrészes, Varga Judit is, aki ezt elejérezte, pedig megtehette volna, hogy ne írja alá, és Varga Judit, akkor igazságügyi miniszter, a kormány nevében vállalt politikai felelősséget, nem érdekel, hogy ő lemondott, a mostani kormány Orbán Viktorral az élen felelősséggel tartoznak ezért a mocsokért, és az, hogy TikTokon össze-vissza mosdatják magukat, és arról beszélnek, hogy hogyan kell alkotmány módosítani, ez bennem a zsebembe a bicska kinyílik ilyenkor. Nem, egy normális országban ezzel az alaptörvényel is, pedig ezzel sebből vérzik más okból kifőleg, ezzel az alaptörvényel is lehetne morálisan jó döntéseket hozni. Nem alaptörvényt kell változtatni, hanem szembe kell tudni nézni a választóikkal, és azokkal az érintettekkel, akiket szemen köptek. Elsősorban a bicskei gyerekekkel, másodszorban az érintettekkel, harmadsorban minden jó érzésű magyar állampolgár, akit elárult most Novák Katalin, a kormány és az egész rendszer. Sok mindent mondott, amivel kapcsolatban kérdésem lenne. Az egyik megjegyzésem az, azt hiszem, talán az lenne, hogy amit Orbán Viktor bejelentett az alaptörvény módosítás kapcsán, az voltaképpen arról szól, hogy olyan köztársasági elnökünk van, vagy lehet olyan köztársasági elnökünk újra és újra és újra, aki hajlamos arra, hogy pedofiloknak kegyelmet adjon. Ezért kell ezt beépítenünk, hogy ezt ő ne tehesse meg. Miért nem olyan köztársasági elnökünk van, lesz a jövőben, akinek eszébe nem jut ilyet tenni? Ez az a kérdés, amit Orbán Viktornak tegyen fel. Ugyanis Nekem erre nincsen válaszom, azt leszámítva, hogy ez a rendszer, mindig is tudtuk, hogy romlott, most teljes mértékben lelepleződött, semmilyen morális, emberi érzés nem vezérli őket. Ez egy megmagyarázhatatlan tett, mind politikailag, mind emberi szempontból. Ettől függetlenül magyarázattal tartoznak, a szótlanság önmagában egy válasz, de most a legrosszabb válasz, amit adhatnak. Hát most menti magát mindegyik kifelé ebből a rendszerből, és egy hete kussol az egész Fideszes bagás. Bocsánat, de arra sincsen bocsánat. Mindenkinek pontosan irányban van a morális iránytűje, az az első pillanatban azt mondta, hogy ezt a mocsokságot, ezt nem lehet elfogadni. És mindenki, aki kivár, vajon mit lép Orbán Viktor, az ugyanúgy bűnrészes, napról napra egyre inkább bűnrészes. Kocsis Máté mondhat, amit akar, egy hete még más álláspontot képviseltek, még másfelé vitték a propagandát, a Fidesz, a Facebook posztjaikat, vagy a Megafon. Mindegyikük cinkostárs ebben, felismerték, hogy a saját szavazójuk is azt mondják, hogy ez elfogadhatatlan, és most elkezdtek tónust váltani. Számomra ez azért egy nagyon-nagyon szomorú dolog, ne tónust váltsanak, értsék meg, hogy ebben mi az elfogadhatatlan. A másik, ami felmerült bennem kérdésként, említett az áldozatokat. Itt azért van egy olyan rendszer, amelyikben, mert hogy alulfinanszírozott, alultámogatott, szakemberekkel is alul segített a rendszer, ez elkövethető, ez a bűncselekmény sorozata jelek szerint. Tehát, hogy ez 10 éven keresztül tartott, vagy közel 10 éven át. És láthatóan a gyermekvédelmi rendszer nem volt képes erre reagálni. Tehát itt azt gondolom, nekünk más dolgunk is van a tiltakozáson kívül. Tehát a következő lépés, hogy egy olyan gyermekvédelmi rendszernek kéne lennie, amelyik segít ilyenkor.
Én azt gondolom, hogy a gyermekvédelmi rendszert nem azért kell rendbe tenni, mert kiderülnek ilyen esetek, hanem azért kell rendbe tenni, hogy ne történhessenek. Hát pontosan. És ezzel szerintem választ is adtunk arra, hogy mi a probléma, mind Orbán Viktor tegnapi bejelentésével, mind azzal, ha most ezek után látszatintézkedéseket tesznek. Nem értik, mert nem akarják érteni a problémát. Nem ez az első eset, amikor egyértelműen kiderül, hogy ennek a hatalomnak bizonyos emberek nem számítanak. Ha rossz helyre születsz, nem számítasz. Kit érdekel egy árván maradt gyerek egy gyermek otthonba? Őket nem. Ez a probléma. Ez a probléma, ezért tud megtörténni. A gyermek otthonba felnövekvő gyerekek a legkiszolgáltatottabb közül is a legkiszolgáltatottabbak. Nincs az az esti puszi, amit kapnának bármilyen szülői vagy gondozói felügyeletből. Teljes mértékben ki vannak szolgáltatva. Azért nem találok ezeket a szavakat, mert ha ezt nem értik, jön Orbán Viktor azzal, hogy hány unokája van, gratulálok hozzá, legyen borzasztóan hálás a jó égnek, az Istennek és mindannak, hogy az ő gyereke és az unokái békességbe tudnak lefeküdni. És akkor miniszterelnökként legyen benne az a morális irányt, hogy megtesz mindent, hogy azok a gyermek, akik nem ilyen helyre születtek, azok is biztonságban lehetnek. Ezért elfogadhatatlan, ami történt. Igen, rendbe kell tenni az ellátórendszert, de nem lehet abba kapaszkodni, hogy igen, azért kell, mert ilyen megtörtént, azért tud megtörténni, mert ilyen a rendszer, és amíg ezt nem hajlandóak kimondani, hogy 13 éve semmit nem tettek azért, hogy a gyermekvédelmi rendszer jobban működjön, hogy az ellátás jobb legyen, hogy azok a gyerekek, akik mínusz 100 000-ről indulnak, legalább a nulláig el tudjanak jutni érzelmi támogatással is, hogy ne kelljen rettegniük attól, hogy egy ilyen otthonban mi történik velük. Ezekre nekem nincsen válaszom, mint az, hogy én ezért kezdtem el politizálni, mert az ilyen igazságtalan dolgok fel kell emelni először is a hangunkat, másrészt meg cselekednünk kell. Igen, nem tudok más mondani, kormányt kell váltani, mert ez a kormány a kétharmadával egyáltalán nem azoknak segít, akik a leginkább rászorulnak. Most azt mondanám, hogy hoppá, mert itt jelt egy fél órával ezelőtt Kunhalmi Ágnes, és gyakorlatilag megszólította önt, vagy rajtam keresztül üzent, hogy kérdezzem meg, hogy ez sem indítja arra, hogy felismerje, hogy a kormányváltáshoz együtt kellene valamit tenniük? Aki most választás technikai kérdésekre ez irányítja nyilván azonnal. Ennél több. Bocsánat, én ennél most érzemleg egy kicsit jobban fel vagyok. Ez várjon egy picit, ez nyilván ennél sokkal több, mert azt mondja, hogy kormányváltás kell. De közben azt is mondja, hogy nem most. Nem. Én azt mondom, hogy kormányváltás kell most, és azt mondom, hogy ha ugyanazon az úton, ugyanazokkal ugyanazt csináljuk, akkor ne lepődjünk meg, hogy a következő választáson se lesz kormányváltás. Ezt ezerszer elmondhatom. Hát akkor most válaszolt Kunhalmi Ágnesnek. Nem az együttműködéssel van a problémánk, hanem az együttműködés mikéntjével van a problémánk, mert nem vezet kormányváltáshoz. Én meg nem azért kezdtem el politizálni, hogy elmondhassam, hogy ellenzéki képviselő vagyok. Novák Katalin lemondását követelik. Így van. Ez változatlan. Én nem fogadnék arra, hogy Novák Katalin sokáig marad a székébe, és azt gondolom, hogy muszáj nyomást gyakorolnunk rá, nem csak mint politikusok, minden jó érzésű embernek nyomást kell gyakorolni, mert a köztársasági elnöknek a nemzet lelkiismeretének kell viselkedni. Ez nem fér bele. Nem kellene egy közvetlen köztársasági elnök választás? Van, aki ezt követeli. Ez a Momentum programjában is nagyon régóta ott van, de hogy nem, én azzal értek egyet, ne politikai kinevezet legyen, hanem közvetlen köztársasági elnök választás. Dönts el a nép. Ami most történt, ezek után én megdöbbennék azon, bármilyen fideszes fölényt mérnek a közvélemény kutatók, hogy Fidesz bárkit csak úgy kinevezhetnek köztársasági elnöknek. Szerintem az embereknek az igényeit sokkal jobban tudják saját maguk közvetíteni, kit szeretnének megbízni azzal, hogy kifele a nemzetegységét és a lelkiismeretüket tudja képviselni, ki az, aki irányt mutat nekik, amikor a politika cserben hagyja őket. Erről szólnak köztársasági elnök. De ez megint alaptörvénymódosítás, tehát majd Orbán Viktor egy TikTok videóban bejelentheti. Ez egy nagyon jó ötlet, Orbán Viktornak innen is üzetjük, hogyha annyira hozzá akar nyúlni az alaptörvényhez 100 000 célra is, pedig azt mondja, hogy ez hogy gránit szilárdságú, akkor változtassa meg ezt. Nem azzal van a probléma, hogy az alaptörvény szavait hogyan értelmezzük, hanem azzal van a probléma, hogy nem tudjuk morálisan helyes irányba tartani, nem mi, hanem azok, akiket oda ültetnek. Én azt gondolom, hogy mi most morálisan helyesen járunk el. A ma este morálisan egy helyes lépés volt. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy az országos közös akarattal közösen ezt meg tudtuk csinálni. Minden este mostantól? Én ma bejelentettem, mi ott leszünk, én ott leszek. Ez nekem egy becsületbeli ügy. Én halál komolyan mondtam, hogy nem tudok a saját fiam szemébe nézni, hogyha nem állok ki más gyermekekért. Azért, mert az én fiam biztonságban, ez nem jelenti azt, hogy hátradőlhetek. Én nem ezért kezdtem el politizálni. Én ott leszek akkor is a Sándor Palotán, ha két ember jön el. A Momentum ott lesz, és a Momentum arra kér mindenkit, hogy ne csak Budapesten, az ország minden pontján, sőt országhatárokon túl. A Momentum szervezetei mindent meg fognak tenni. Debrecen, Eger és Szeged már egyből be is jelentkezett.
ott is ugyanezeket az akciókat meg fogják valósítani, és biztatok mindenkit arra, hogy szerveződjenek össze, álljanak ki közösen ugyanabban az időben, egyszerre az ország minden pontján, és a külföldön élő magyaroknak innen is üzenem, hogy a nagykövetségek előtt ugyanezt meg lehet tenni. Nem baj, ha ketten vannak, vagy 20-an, vagy 200-an, vagy 2000-en. Minél több helyen, minél többen vagyunk, annál inkább meg tudjuk mutatni, hogy ez a nemzeti egység. És mi értelme van a politikának, ha nem ennek? Ez most tényleg egy nemzeti ügy, egy becsületbeli ügy, és hogyha a közhatalommal rendelkezőktől nem várhatjuk el, hogy ebbe beleálljanak, álljunk bele mi. Álljunk bele mi, mindez mind erkölcsi, mind morális, mind politikai kötelességünk, hogy ezt tovább vigyük. Úgyhogy igen, holnap este 6-kor a Sándor palota előtt mi ugyanúgy ott leszünk. Donátonnak köszönöm szépen. Én köszönöm.